Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt van is Sportszelekció műsorunka, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A hetedik helyen zárta a bajnokságot a kisvárdai női kézilabda csapat. Alakul a keret, 4 távozót és 2 érkezőt jelentettek be a Sparinál. Fennállásának 100. évfordulóját ünnepelt a Máté Szalkai MTK. 3 aranyérmet szerzett Barna Bianca az ifjúsági országos bajnokságon. A hetedik helyen zárta a bajnokságot az NB1-ben a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese 11 győzelem mellett 2-szer játszott döntetlen és 13-szor szenvedett vereséget. Ha nagyon egyszerűen akarok válaszolni, akkor elégedett vagyok, de nyilván, mint általában idézőjelbe véve, minden buta edző sosem elégedett, így azért vannak még olyan pontok és olyan dolgok, amiben többet várok, és vártam magunktól, illetve fogok is várni a következő szezonban, de csak is a helyezést figyelembe véve, az elmúlt 3 év stratégiáját, az, hogy mind a 3 szezonban előre tudtunk lépni, ugye a 10., 9., illetve 7. helyen végeztünk, és az előző szezonhoz képest 6 ponttal többet, illetve 2 pozícióval jobban zártunk, ez azt gondolom, hogy előrelépésnek és jó teljesítménynek titulálható. El lehet mondani azt, hogy azokat a meccseket zömében megnyerte a csapat, amelyet meg kellett nyernie, és hát azért voltak olyan meccsek, ahol jóval magasabb a tagsát ellenfelet is megszorongathatok. Igen, megszorongattunk, sőt szereztünk is pontot erősebb ellenfelektől, viszont a nyerhető mérkőzésekből sajnos maradtak bent pontok. Nyilván azt gondolom, hogy a hazai szombathelyi mérkőzésen a döntetlenre azért nem lehetek csalódott, és ezt a mérkőzést nem is teszem a gyenge mérkőzések közé, mert ott tényleg egy olyan betegség hullámunk volt azon a héten, hogy örültünk, hogy bármilyen formában is kiállunk a pályára és játszunk. Úgyhogy nem erre a mérkőzésre gondolok, de például az idegenbeli ilyet mérkőzés az abban a kategóriába tartozott nálam, amit nyerni kellett volna, de szerencsére azért nem tudok nagyon sok ilyen mérkőzést sorolni, és hát ennek is köszönhető, hogy meg tudtuk szerezni, illetve tartani a 7. pozíciót a bajnokságban. Melyik volt az a meccs, amely után maximálisan elégedetten, nem mondom, hogy álltál fel a kispadról, mert nem szoktál ülni, hanem elégedetten gratuláltál az ellenfél edzőjének? Hát volt ilyen, én azt gondolom, hogy a hazai Sinofok mérkőzésünk egy ilyen mérkőzés volt. Azt gondolom, hogy idegenben az MTK elleni döntetlen is egy jó mérkőzés volt, de egy hazai pályán az egy gólon veszített debreceni meccsünk is egy részünkről szenzációs játék volt, azt gondolom magas színvonalú játék volt. A Fehérvár elleni mérkőzést abszolút uraltuk, olyan sebességben, dinamikában játszottunk, amire mindig is vágyik ez edző, hogy így kézlabdázzon a csapat. Voltak ilyen mérkőzések, azt gondolom, hogy hazai pályán a Győr ellen a 48. percben vezetni egy elég jó eredménynek mondható, úgyhogy hál' Istennek több ilyen mérkőzés volt a szezon során. A kézilabda egyik sajátossága, hogy már szezon közben bejelentik az új játékosokat, a távozókat, többen távoznak Kisvárdáról is. Milyen szempontok alapján választottátok ki az új játékosokat? Hát ugye egyértelműen felejtettünk egy prioritást, egy stratégiát, illetve ugye, hogy a következő szezonra is egy olyan csapatot, illetve egy olyan célt állítsunk magunk elé, egy olyan jövőképet, amelyben az előrelépés lehetséges, illetve megvalósítható legyen. Úgyhogy ezek alapján gyakorlatilag így mentünk a pozíciókon, és átgondoltuk azt, hogy mit kellene tennünk, illetve hogyan kellene adott esetben megtartani, vagy változtatni a bizonyos pozíciókban, az adott posztokon a játékosokat. Ennek mentén és ennek a stratégiai elképzelésnek a mentén hoztunk döntéseket, illetve lett meg a döntés, hogy milyen játékosokat tartjuk meg, illetve hol szeretnénk frissítést vagy változtatást, és én azt gondolom, hogy ezt szeretném meg is oldottuk.
Alakul a Nyíregyháza Spartakusz játékos kerete. Szerdán 4 játékos távozását és 2 érkezését jelentették be a klubnál. Az is kiderült, hogy a jövőben Huszár Géza szakmai igazgatóként dolgozik majd a Sparinál. Elsőként a távozókról szeretnénk beszélni. A lejárt a szerződés a Csillós Ádámnak és az Amosni Balázsnak, úgyhogy tőlük elköszönt a klub, és ezúton is köszönjük azt, amit a Spariért tettek, és a szerződést fogunk bontani Csörgő Raullal és Nemes Milánnal, és ugye a Feckó Tamás vezetőedző el fogja mondani szakmailag kicsit mélyebben az, hogy hogy is szeretnénk a keretet kialakítani. Ennek fényében a támadó szekciót mindenféleképpen meg szeretnénk erősíteni. Az biztos, hogy Adamcsek Máté csatlakozik a csapathoz, ugye Pécsben futballozott, korábban a Ferencváros utánpótlásában nevelkedett, valamint biztosan csatlakozik már július 1-től hozzánk Szerető Krisztofer. Adamcsek Máté 2 éves szerződést írt alá, a Szerető Krisztofer pedig 1+1-es szerződéssel lép életbe július 1-től. Úgyhogy ők az első 2 érkezőink, és már jövő héten is szeretnénk egy új játékos biztosan bejelenteni, és tárgyalás alatt van még 2 játékosunk, úgyhogy bízunk abban, hogy június 20-án elkezdődik a felkészülés, és utána már a edzőtábor előtt össze tud állni a keret, tehát már Szlovéniába úgy fogunk utazni, hogy a keretünk teljes lesz, és ennek fényében át is adnám a szót Feckó Tamásnak. Mint az évértékelőben említettem, hogy hiába volt a támadó szekcióban nagyon sok jó nevű támadójátékosunk, de a 38 mérkőzés alatt 15-ször nem sikerült gólt szerezni. Ezért mindenféleképpen a cél az volt, hogy a támadó szekcióba minél gyorsabban lépjünk, és olyan minőségi játékosokat igazoljunk le, akikben van jövő, van jövőkép, és tényleg nagyon veszélyesek tudnak lenni. Ugye Adamcsek Mátéről azt kell tudni, hogy a fiatalkora ellenére az elmúlt 2 évben a legstabilabb center pozícióban, a legstabilabban szerezte a gólokat, hiszen 10 és 9 gólt szerzett, úgyhogy a Pécs csapatában azért vetésforgóban játszottak az előlévők. Nagyon fontos volt az ő személye, hiszen lejárt szerződési labdarúgóról beszélünk, akit azért rajtunk kívül még 5-6 csapat keresett meg, és az a jövőkép, amit a klubvezetés felvázolt, az volt az, ami döntött, hogy minket választott. Ugye nem beszélve arról, hogy budapesti srácról van szó, és voltak budapesti kérői, ezért is óriási dolog, hogy minket választott, és nagyon bízunk benne, hogy ezt a góltermést, amit az elmúlt 2 évben produkált, a Spari színeiben még tovább tudja fejleszteni, és még jobb, még értékesebb játékos lesz, mint most. Szerető Krisztoferről pedig azt kell tudni, hogy a korosztályunk az egyik legtehetségesebb játékosa volt az utánpótlás korosztályválogatottban, hiszen nem véletlenül került ki Angliába, és nem véletlenül került utána haza a Ferencvároshoz, hiszen ott is láttak benne fantáziát. Ugye az elmúlt évek nem úgy sikerültek az ő számára, hiszen úgy jött haza, hogy a Fradiban lesz meghatározó játékos, de a soriból nem tudott tovább lépni. Nagyon jó játékosról beszélünk, aki egy az egyben bárkit le tud venni és tud bontani, mind a gólszerzésben, mind az előkészítésben, és mind sebességben MB2-ből ki kell, hogy magasodjon a teljesítménye. És ugye mi beszéltünk arról, hogy nagyon fontos az, hogy tehetséges fiatal játékosok kerüljenek Nyíregyházára, akikben hosszú távú jövőkép is lehet, és tényleg a klubot előre tudják vinni. Ezért az ő megszerzés és órás lehetőségek, és nagyon nagy potenciál van benne. És bízunk benne, hogy az a jövőkép, amit ő eltervezett maga előtt, az nyíregyházi játékosként meg fog tudni valósulni, és tényleg arra a szintre fog lépni, ahova tartozik. Úgyhogy ezért esett erre a 2 játékosra a választás, és azért szerettük volna őket minél gyorsabban megszerezni, és ahogy az Adamcsek Máténak, hogy a Szerető Krisztofernek se csak a Nyíregyháza volt az egyetlen kérője, az, hogy ilyen gyorsan le tudtuk őket igazolni, és minket választottak, az a klubvezetés munkáját dicséri, hogy igenis minden tekintetben előre néző volt, és tényleg a cél az volt, hogy minőségi játékosok kerüljenek, és fiatalok, akikből esetleg még a klub is tud profitálni, nem csak a pályán. Vasárnap a Spari második csapata
az NB3-ba jutásért vívott osztályozó első meccsén hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Majosi esélyével. Huszák Géza edző júliustól szakmai igazgatóként felügyeli majd a klubnál zajló munkát. Jelen pillanatban még a tartalék csapatot próbáljuk NB3-ba vezetni. A gondolataim, meg a stábnak is a gondolatai jelen pillanatban még azon vannak, hogy tudjuk hétvégén ezt a bonyhádi csapatot Kétvárra fektetni. Csak azért egy pár mondatot elmondanék, hogy nem olyan egyszerű a helyzetünk. Olyan szabálymódosítás volt a bajnokság vége után, ami bennünket hátrányosan érintett, illetve többször már a médiában elmondtam, hogy rengeteg sérültünk van ettől függetlenül, és majd átvezettem a gondolataimat a jövőre. Nagyon-nagyon jó érzés volt ennyi néző előtt játszani ezeknek a fiatal játékosoknak, és talán az a jövőkép, amit itt az egyesület vezetése felvázolt már többször, talán ez az első lépcsője is lehetne, hogy ennyi néző, ennyi fiatal szülő, feleség, gyerek kilátogatott a mérkőzésre, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon izgalmas, jó mérkőzést játszottunk. És átmennék a jövőre, tehát még egyszer mondom, ez talán első lépésnek úgy gondolom, hogy a klub részére is nagyon jó volt, hogy ennyi néző kint volt, és hát a jövőkép pont ez lenne, hogy egy olyan csapatot, egy olyan klubmodellt felépíteni, ami vonza a nézőket, vonza a családokat. Én átéltem játékosként 18 évesen az első NB1-be jutást, igaz, hogy nem vagyok rajta a márványtáblán, de abban az évben egy mérkőzésen pályára léptem, Temesvári Miklósnál, és hát azt nem lehet elmondani, azt az eufóriát, ami akkor volt a városba, a megyébe, 15 000-20 000 ember volt NB2-es bajnoki mérkőzésen, és aztán ugyanezt átéltem edzőként is, ugye a Ferencváros előtt. Tehát a gondolataimban az jár, hogy újra eljutni oda, hogy újra szeressék a Sparit, újra szeresse az egész megye, ne a negatívumot, ne az edzőbe, ne a játékosokba, ne a vezetőkbe keressék a hibát, hanem mindenki pozitívan gondolkozzon, előre tekintsen. Tudom, hogy milyen a világpolitika, milyen helyzet van a világban, tisztában vagyok vele, hát akkor ebben a rossz helyzetben próbáljunk egy kicsit pozitívak lenni, próbáljunk egy picit úgy gondolkodni, hogy lehet ebbe örömet, lehet ebbe szépet látni a futballba is. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenki tudja, hogy a világ legnépszerűbb játéka, legtöbben nézik ezt. Igazán nem folytam még bele ugye most ezekbe a dolgokba, mert gyorsan jött itt a változás, mondom, el vagyok foglalva a második csapattal, viszont azt látom, hogy a Tamás is, mindenki azon dolgozik, hogy egy ütőképes csapata legyen a Nyíregyházának. Fennállásának 100. évfordulóját ünnepelte a Máté Szakmai MTK, a jelenleg 8 szakosztályt működtető egyesület, sportág bemutatót és gálát is szervezett a centenárium alkalmából. 1919-ben alakuló klub 2019-ben töltötte be ugye a 100. centenáriumi évfordulóját, és ekkor elkezdtünk ugye egy olyan rendezvénysorozatot, amelynek a vége az lett volna, hogy 2019. decemberében egy gálával lezárjuk. Ennek a tervezete ugye meghiúsult, hiszen ez alatt az időszak alatt, március 1-én a szokásos sportgálánkon hirdettük meg ezt a jubileumi évet, és úgy gondoltuk, hogy az év hátralévő részében 100 rendezvényt rendezünk a régi sportolók, sportvezetők emlékére. Ez meghiúsult, hiszen a pandémia ezt átírta, így aztán nyilván ebből 100 rendezvényből jóval több lett, de tudjuk, hogy az elmúlt 2-3 évben nem csak az olimpiát kellett elhalasztani, hanem ezáltal ezt a sportgálát, illetve a rendezvény sorozatunk is ezáltal ugye több szakaszra tagolódott. Ami jelenlegi egyesületünket érinti, az, hogy az elmúlt 100 évben 24 szakosztály működött ebben az egyesületben, és most pedig jelenleg 8 szakosztályjal dolgozunk. Természetesen most a labdarúgó pályán vagyunk in, és a labdarúgás a legnépszerűbb szakosztály, az elmúlt 100 évnek is ez volt a legnépszerűbb szakosztálya, és ha kicsit vissza akarok tekinteni az elmúlt 100 év vonatkozásában, akkor azt kell mondjam, hogy Máté Szalkának a labdarúgó élete ilyen gazdag volt. Nem csak a Máté Szalkai MTK egyesülete jelent meg a történetben, hanem itt azért a 60-as, 70-es években, sőt már 50-es években is párhuzamosan akár 3-4 olyan egyesület is működött az MTK mellett, akinek labdarúgó szakosztálya, vagy akár csak labdarúgó klubot üzemeltetett. Említem itt a Fákját, a Meteort, aztán a Medoszt, ami egy nagyon patinás, a Traktorese, szóval sok-sok olyan egyesület volt, ahol labdarúgókat neveltek. Nyilvánvalóan az a korszak Magyarország labdarúgásának aranykorát képezte, ez az aranycsapat időszakának korszaka, és feltételezem, nem csak Máté Szalka volt ilyen labdarúgóban bővelkedő.
település. Aztán most az elmúlt időszakban nyilvánvalóan a labdarúgó szakosztályunk is továbbra fennmaradt, és elsődleges célunk ugye az utánpótlás nevelés. Egy kicsit ástruktúrálódott a magyar sport helyzete is, ugye azzal, hogy a TAU rendszerét bevezették, a 8 szakosztályunkon 2 jelenleg TAU fogadására képes, és pályázatokat 2011-től folyamatosan készítünk. A labdarúgás mellett a kézilabda még ilyen TAU-zható sportágunk, és ezáltal, mivel a TAU az gyakorlatilag támogatás tekintetében az utánpótlás nevelésre találták ki elsődlegesen, így aztán úgy gondoltuk, hogy a 2000-es évek közepétől a labdarúgásban is egy felépített rendszerben az utánpótlás nevelésre helyezzük a hangsúlyt. Ennek megfelelően Máté Szalka Bozsik Akadémiai Központként működik. A mai rendezvény is, a jubileumi rendezvénysorozat keretén belül egy olyan Bozsik jubileumi tornát foglal magába, amelyen most itt 18 csapat méri össze a mai nap folyamán tudását. A labdarúgó szakosztálynak a csúcsa a felnőtt csapat. Az idei szezonban hogyan szerepelt az együttes? A felnőtt csapatunk a megye első osztályba szerepel már évek óta. Ez egyébként egy, úgy gondolom, egy nagy adóssága mind a városnak, mind az egyesületnek, hiszen Máté Szalka azért egy 18 ezeres település, a megye második legnagyobb városa, és éppen ezért megkívánná azt, hogy legalább egy MB3-as csapatunk legyen. Ezen megpróbálunk dolgozni, hiszen éveken keresztül a megye első osztályú szereplés azért nem a legfényesebb volt. Az elmúlt 2 évben gyakorlatilag vezetőségi váltás is történt, a szakmai munkát, a szakmai igazgatási munkát és a sportszakmai feladatokat Bálkonyi György, a MTK-nak valamikori labdarúgója és edzője, sikeres edzője látja el a feladatokat, és gyakorlatilag ő már 2 évvel ezelőttől kezdődően megpróbált arra törekedni, hogy a Máté Szalkáról elszármazó akadémiát megjárt gyerekeket visszacsábítsuk ide Máté Szalkára, ami egy nagyon fontos erénye lenne, hiszen a lokálpatriotizmus az nem csak az egyesületen bizonyos szakosztályban, hanem a labdarúgásban is szeretnénk, hogyha megragadna, és gyakorlatilag a mostani csapatunk is a megye első osztály legfiatalabb csapatát képviseli, a legidősebb játékosunk az nem ér el a 30 évet, és nagyon sok olyan még szinte gyerek van, akik 17-18 éves korosztályt képviselnek, és még az utánpótlás bajnokságokban is játszanak párhuzamosan. A városba Kocsán Petra, 41-szeres válogatott labdarúgó is visszatért. A jelenleg a német Bundesligában szereplő Hoffenheim futballistája 2009 és 2011 között volt az egyesület játékosa. Amikor megkaptam a meghívót, már számolgattam a napokat, hogy mikor tudok már jönni végre, mert annyira szeretek ide hazatérni, hiszen nagyon nagy elismerés nekem, és én nagyon-nagyon szerettem Máté Szalkán élni. Persze nagyon sokszor végigjátszottam már a fejemben, hogy honnan indultam, miken kellett úgymond átmennem. Nem volt egyszerű egyáltalán nem, viszont nagyon boldog vagyok, hogy most itt lehetek, és hogy ilyen sikereket tudhatok a hátam mögött, amiket elértem az életemben. Remélem, hogy nem ez a csúcsa, én még szeretnék előrelépni. Remélem, hogy még a Jóisten is ad egy kis támogatást és erőt, mert mindenképpen kell ehhez a sportághoz, mert sokszor nem egyszerű, be kell vallani, viszont annak nagyon, nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sikereket elértem már. Most, hogyha ránézek egy 13 évesre, ugyanis én akkor kerültem el Budapestre, nem nagyon tudom elképzelni róluk, hogy ők egyedül a szüleink nélkül éljenek, és én pedig a fővárosban éltem 13 éves fejem, mert volt egy cél a fejemben, és ezt csak ott tudtam megvalósítani, hiszen annak idején, amikor én ugye elkezdtem focizni, meg 13 éves voltam, még nem nagyon volt annyira népszerű a női labdarúgás, tehát mindenképpen távolságot kellett úgymond tartanom a szüleimtől, mert mi itt éltünk, és Budapesten volt olyan színvonalú a női labdarúgás, amire azt mondtam, hogy igen, itt tudok fejlődni, és talán többet tudok elérni. Úgyhogy nagyon nehéz időszak volt, az biztos. Minden egyes vonatúton például, amikor utaztam vissza Budapestre, sírtam, de akkor, amikor már édesanyukám nem látott, mert tudtam, hogy neki is nagyon nehéz elengedni 13 éves kislányát, úgymond, a fővárosba, de azt tudtuk, hogy ha tényleg sikereket szeretnék elérni, akkor mindenképpen ezt a lehetőséget ki kell használni, hiszen a Ferencváros a mai napig a legnagyobb nevű klub Magyarországon, és én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kell ugrani bármilyen nehézség árán, és nekem is voltak nehézségeim. Én nagyjából minden
estémet úgy meg végig sírtam az első hónapban, hogy nincsenek itt a szüleim, egyedül vagyok, de volt a cél a fejembe, és ezért dolgoztam nap, mint nap, és ez tartotta bennem úgymond a lelket, hogy igen, nehéz, de a sikerért úgymond meg kell küzdeni, és nekem most itt kell lennem, és ezt kell csinálnom. Három aranyéremmel tért haza a Kaposvári Országos Ifjúsági Bajnokságról Barna Bianca, a Nyíregyházi úszónő az 50, a 100 és a 200 méteres mellúszásban végzett az élen. Egy jó felkészülés után 5 leány versenyzővel és 2 fiú versenyzővel utaztunk, ami a csapat erejét mutatja, hogy 5-en még csak serdülőkorúak voltak. A Barna Bianca ugye első éves ifikorú, és hát aki a korosztályban versenyzett, a Molnár Kitti 200 pillangón döntős volt, ő egyedül, aki másodéves ifi volt. Bianca 3 aranyéremmel tért haza, papírforma elvárás volt ez a 3 győzelem? Megmondom őszintén, hogy bíztunk benne, de a legrövidebben úszószámban mindig vannak olyanok, akik közel járnak ugye a megoldáshoz. Nem adtunk esélyt senkinek. Kicsi meglepetésre is szinte az 50-es, az utolsó napi, negyedik napon volt az 50 méteres szám, sikerült a legjobban, hiszen egy nagyon jó egyéni csúcsot is úszott a Bianca. A 100-200 mellen is egy ukrán lány tudta megverni, ami a jövő hónapi ifi EB-re is jó előjel. Hogyan szerepeltek a többiek? Említetted a verseny előtt, hogy váltó számokban szeretnétek döntőket úszni. Így van. Hát sajnos ez nem sikerült, ami nekem egy kicsi hiányzott, bár volt hiányzónk is, aki a váltóban nagyon hiányzott. Nagyon nagy csapat volt, és meglepően magas indulószám, rekord nevezés volt, amit többen kihangsúlyoztak, hogy ifi bajnokságon ilyen még nem nagyon fordult elő. 3-3 futamokat rendeztek, 3 telefutamot is adott esetben váltószámokból. Sokszor csak hajszálon múlott, legközelebb majd jobban készülünk a váltókra. Egyéni számokban ugye 200 méter pillangón a Molnár Kitti szereplése nagyon jó egyéni csúcsot hozott, illetve 7. helyen zárt, ami azt mondom, hogy ebbe az erős mezőnyben is szép teljesítmény volt. A kicsik közül kiemelném például Lénárt Esztert, aki minden gyorsúszó számában egyéni csúcsot javított. Ez nagyon jó jel a nyílt vízi hosszú távú úszó és a serdülőbajnokság előtt. Milyen formában van az aranyérettől eltekintve Bianca az ifi EB előtt? Én azt mondom, hogy bizakodó, nagyon, nagyon jó formát mutatott ez a verseny. Attól függetlenül, hogy 100-200 nem egyéni csúcsal nyerte a számot, de nem volt semmi kétség, magyar mezőnyben ő a legjobb. Ezt látták a szövetségi kapitányok is, illetve az ifjúság és a nagy csapat szövetségi kapitánya dr. Sós Csaba is jelen volt a versenyen. A meghívása egyértelmű volt, nagyon szerették volna, hogyha a mellúszó számban egy olyan lány úszik, akivel ifi EB-n is éremesélyes a váltó, és ez most valószínűleg sikerülni is fog. Amikor legutóbb beszélgetünk, szóba került, hogy az ifi EB-n szeretnénk megnyerni mind a 3 mellúszó számot, ez sikerült is, úgyhogy amiért elutazták Kaposvárra, végül is teljesült, azzal tértél haza? Igen, mindenképpen szerettem volna mind a 3 mellúszó számban aranyérmet nyerni. Ezek sikerültek, és nagyon boldog vagyok emiatt, és így, hogy mind a 3-ban tudtam nyerni, így az ifjúsági Európa-bajnokságra is bekerültem a kerettagságba, úgyhogy nagyon örülök ennek is. A 3 mellúszó számon kívül más számokban is rajtkőr áll, tehát 12-szer úsztál, 4 nap alatt mennyire volt ez megterhelő? Mindenképpen nagyon megterhelő volt, ugye döntőkkel délután. Első nap csak 100 mellen döntőztem, ott is elfáradtam nyilván. Harmadik nap volt szerintem a legnehezebb, mert 200 mell és 400 vegyes volt, és mind a 2 számot egymás után úsztam, nem tudtam sajnos levezetni utána, de azt is megpróbáltam minél jobban kihozni. Utolsó nap pedig 50 mellen sikerült ugyanúgy egy aranyérmet szereznem. Mennyire volt nagy és erős a mezőny? A fiatalabbak voltak többségben, és így felversenyzés lehetőségével indultak. Van egy-két ügyes lány, jobb időket tudnak ők is úszni, inkább ők voltak az ellenfeleim. Most már az ifjúsági Európa-bajnokságban célkeresztben, gondolom sok pihenőd nem lesz, mi lesz a program az EB rajtjáig? 4 hetünk van még az Európa-bajnokságig, ez pont egy edzőciklusnak megfelel. Remélem, hogy minél jobb formában tudunk majd odaérkezni. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!